Dolgoznak a munkagépek a vásárcsarnok mögött. A rendkívül forgalmas csomópont több funkciót is betölt az itt lévő piacnak, vendéglátóhelyeknek és intézményeknek köszönhetően, így körültekintő tervezésre volt szükség. Az önkormányzatnak régi szándéka vált valóra a Várkör és a Budai Nagy Antal utca közötti terület rehabilitációjával. Itt részben már egy új parkoló a korábbi években megépült, azonban voltak olyan kezdődően romosan kinéző családi házak is, amelyeket sikerült egyszer megvásárolnunk, második ütemben lebontanunk, és így elindulhatott egy nagy olyan rekonstrukció, amelynek része egyrészt 36 új parkoló megépítése, másrészt pedig egy közösségi térnek a kialakítása, amelynek központi eleme annak a nagyjából 1900-as évek elején megépült mérlegháznak a visszaépítése, amely itt állt nagyjából ezen a területen. A több mint 2300 négyzetméternyi területen 3 éve kezdődtek az előkészítő munkálatok, melyhez nagy összefogásra volt szükség. Nagyon fontos megemlíteni, gyakorlatilag csak zalaegerszegi cégekkel, tervezőkkel, műszakemberekkel és kivitelezőkkel dolgoztunk az elmúlt időszakban, mind a montás tekintetében, mind a gyalogátkelőhelyépítésben, mind a gázvezeték kiváltásban, mind most a térépítésben, és mind, amit nagyon fontos, a mérlegház visszaépítésében is mind zalaegerszegi cégek dolgoznak. A fejlesztés negyedik ütemében a közösségi tér súlypontjában épül fel a mérlegház. Egykori helyén megidézik a középkori végvár északnyugati sarokbástyáját, és helyet kap Farkas Ferenc Munkácsi Mihály díjas szobrászművész alkotása is. A sajtóbejáráson részt vett Böjte Sándor önkormányzati képviselő, aki a fejlesztés jelentőségét hangsúlyozta. Bízunk benne, hogy itt a mellettünk a mérlegház visszaépítésével, a térrel egy újabb közösségi térre tudunk kialakítani, ahova tényleg nagyon sok fiatal fog jönni, és nagyon sokan fogják itt eltölteni a délutánjaikat, estéiket. A beruházás a tervek szerint májusra készül el.